1996 óta beszélhetünk a magyar amatőr női ökölvívásról úgy hivatalosan, akkor rendezték az első magyar bajnokságot ugyanis. 2008-ra a három világbajnoki aranyérem, 5 ezüstérem és 7 bronzérem jelezte már a fejlődést. Legsikeresebb boxolónőnk Kovács Mária szeretett volna ott lenni 2012-ben Londonban az olimpián, de akkor lecsúszott a szereplésről, most pedig Rióba törekedve a nehéz kvalifikáció mellett egészségügyi problémával is meg kell küzdenie. Hazánk legsikeresebb női ökölvívója, Kovács Mária most nem a kötelek között edz a többiekkel, hanem gyógytornász mellett gumikötelekkel küzd felkészítő egyesületénél, Szegeden a boxvilág ökölvívó eselnél azért, hogy aztán valóban ringbe szállhasson. A kétszeres világbajnok ökölvívó 2014-ben már 4-szeres Európa-bajnokként térhetett haza a bukaresti kontinens viadalról. 2015 őszén viszont sérülés miatt nem volt esélye a 14. magyar bajnoki címe begyűjtésére. 2011-ben, igen, akkor volt egy Európa-bajnokság kint Hollandiában, és én előtte szerintem egy másfél hónappal már így lesérültem, akkor már szórakozott velem a sérvem. De akkor egy konzervatív kezeléssel ezt meg tudtuk oldani, aztán elindultam az Európa-bajnokságon. És azóta így fokozatosan hólyó, porrosszabb, fájdogált, és ez a magyar bajnokság előtt, ez addig fajult, hogy egyenesen leszúrt a talpa még. Tehát, hogy már a mozgásban is problémát okozott. Pedig a tavaly őszi hazai bajnokság fontos lett volna a 2016-os riói kvalifikáció szempontjából is, már csak azért is, mert Marcsi a londoni olimpiáról épp ott csak lecsúszott 2012-ben a kvalifikációs VB-n májusban. Nagyon szeretett volna ott lenni Londonban edzőjével, Szuknai Zsuzsannával, hiszen a sportág hosszú hányattatott megítélése után a 2012-es ötkarikás játékokon mutatkozhatott be végre a női ökölvívás, 3 súlycsoportban, 51, 60 és 75 kg-ban. Ő plusz kategóriában versenyzett, ugye évek során többször változtak a súlycsoportok, tehát itt volt 91, 86, plusz 81, utána versenyzett 81 kilóba is néhány versenyen, és onnan kellett ugye 75 kg-ot hozni. Nagyon pici a létszám, tehát sokkal nehezebb kijutni az olimpiára, hiszen súlycsoportonként 12 fő kvalifikálhat, és mindezt egyetlen egy kvalifikációs tornán. A Marcsi a kvalifikáción segédpontokkal kapott ki, és ez miatt csúszott le a további mérkőzésekre, ami a lehetőségét adta volna az olimpiának. Amikor kint voltunk Kínában a kvalifikáción, szerintem amikor kiestem, onnantól kezdve engem utolért egy ilyen mély zuhanás, és az viszont nagyon rosszul esett utána, hogy nagyon sokan cserben hagyták. Tehát hogy akik így a szakmán belül cserben hagytak. Tehát mindenkit addig érdekelt, amíg megy a szekér. Aztán amikor nem jött össze, akkor mindenki eltávolodott. A mostani eszemmel ennek örülök, mert így saját magamnak sikerült dolgokat megoldani, és most, hogyha akár kudarcért bármiben, tehát nem zuhanok annyira mélyre. És erre a pozitív hozzáállásra úgy tűnik, most szüksége is van Kovács Máriának, mert a tavaly novemberi gerincsérve és a műtétje keresztül húzta a riói kvalifikációs terveket. De nem adták fel ezeket a célokat edzőjével, Marcsi keményen dolgozik, és még tart a rehabilitáció. Ugye nálunk az ökölvívásban nagyon fontos a törzsizmokat megerősíteni, a mély hátizmokat. Most is megkértünk egy gyógytornászt, az egyik ismerősemet, és akkor ő segít így a felkészülésben. Tehát minden erősítést vele végzek. Már elkezdtem mozogni is, de azért annyira erőteljesen még a boxot nem űzöm, tehát minden csak óvatosan, fokozatosan. Az elkövetkező egy hónap rehabilitációján múlik, hogy Marcsi fel tudja venni majd a kesztyűt a riói kvótáért folyó harcban, ami hasonlóan nehéz, mint 2012-ben. A májusi világbajnoksága a kvalifikáció, illetve a fiúknak van még egy kvalifikációs tornájuk, úgy tudom, hogy oda most kaptak lehetőséget a lányok is, tehát 2 lehetőség van. Reméljük, hogy a Marcs esetleg rendbe jön és tud annyit készülni, vagy lehetőséget kap a szövetségtől, hogy ő részt vegyen esetleg ezen a világbajnokságon. Hogy innentől hogyan tovább, szerintem nem csak rajtam fog múlni, hanem esetleg onnan is, hogy a szövetség hogy dönt, hogy kit versenyeztetnek, kit fognak versenyekre elvinni. Én persze mindenáron szeretnék oda eljutni, de hogyha úgy fel tudok készülni, akkor el fogok én is itthon indulni versenyeken, különböző versenyeken, de hogyha az egészségem úgy hozza, akkor nem biztos. Tehát ezeken már túl jutottam. Szerintem ez a 2012-es dolog így nagyon helyre rakott engem, hogy tudom, hogy most már mit hova kell raknom.
Ha a gerincműtét miatt a riói álmok nem valósulhatnak meg, még mindig van egy B-terve edzőnek és tanítványának. Esetleg, hogyha év végére úgy felépülnék, tényleg, hogy teljesen flottul, azt gondolom, hogy nem hagyhatom úgy abba, hogy egy-két profi mérkőzésen esetleg ne próbáljam ki magam. Szerintem ez minden igazi ökölvívós sportolónak a vágya, hogyha már amatőr volt, hogy esetleg profiba is kipróbálja magát.